Na, sziasztok! Hát úgy volt, hogy Shift 2 is lesz, így a hártrakozás mellett, csak nem tudom, úgy valahogy nekem úgy tetszik ez, hogy olyan nyugodt vagyok. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy még egy kicsit hártrakoznánk tovább, és hát nem tudom, nincs kizárva, hogy most már esetleg így meg is lesz csinálva az egész nyugati partos rész, bár az egy kétlemező. Oké, hogy fejlődtünk szintben, de annyira jól nem állunk, hogy megtessük. Szerintem most még egy fuvart leviszek. Most van ugye 65 ezrünk, és nekem most esett le, bazd meg, hogy teljes ablakban nyílt meg a játék, és ez a szar felveszi most. Akkor eddig mi a faszért nem? No, mindegy. Ti végül is különbséget, hogy nagyon nem látok, de nem annyiba más, hogy most már teljes ablakos a játék. Úgyhogy a kurva anyádat. Na, akkor most jelenleg San Francisco-ba vagyunk. Csak a lehetőséget. Vissza egy Renault, és 11 ezer, az mondjuk elég jó. Akkor ezt visszük. Renault, és az egyik az HC, a másik meg kevesebbet fizet. Mondjuk szerintem ez azért ilyen sok, mert nagyon kevés időt adott. Viszont akkor most ezután, hogyha ezt átvittük Renault-ba, onnan valószínűleg megint egy Los Angeles-t kell majd tudni. Mert utána meg fogjuk venni a kamiont. És azt, hogy szerintem az a kamion, az mert ugye mondtam is, hogy most nem a feketét vesz. Nagyon imádom azt a feketét, de annyival nem gyorsabb, hogy azt vegyük meg. Úgyhogy szerintem az lesz, hogy azt a pirosat, azt a bravát, a passzomat fogjuk megvenni. Mert a zöldhöz, ahhoz még nagyon sok kéne, a 111 ezer. Hát az azután értek meg nyilván, nekem nem ezt kell. Baszt. Fordulni. Nem tudom, hogy akkor miért nem lehetett ezt mutatni az előző táblán, hogy a 80-asunk megy erre. Mert csak annyit mutatott erre is, hogy Renault San Francisco, arra meg, hogy Renault Los Angeles. Mondjuk annyi, hogy már késés, az szinte biztos, hogy lesz. De akkor is, hogyha majd most visszalassítok 55-re, és nem kell megbaszni a rendőrnek. A késés akkor is lesz, meg annyi, hogy álmosság az fixen lesz. Mert 5 perc alatt nem érünk oda. Hogyha mérlegelés is lesz, akkor pláne. Viszont ugye pénzt azt most meg már egyre többet fogunk keresni, mert ugye ahogy nő a besorolásunk, vagy jobb felül, ugye úgy jön egyre több ilyen nagyobb besorolású szállítmány, amiknél ugyanúgy az idő, ugyanolyan, tehát ugyanúgy van törékeny, vagy kevésbé törékeny, minden ugyanaz, csak a fuvar díj az folyamatosan. Szépen haladunk, de ezt én tényleg úgy kalkulálom, hogy valamennyi késés ebben 1000%-ig lesz.
emlékszem, ott valahol, ahol a térképen az a 80-as tábla van, azt hiszem valahol ott lesz majd az 55-ös rész. Tudtam, hogy ki a szelén rohadjál. Mert ezekkel már akkor nem lesz gond, hogyha már rendes kamionunk lesz, mert ugye hát látszik, hogy ez annyira pici. Ugye ez azért van az, hogy ez nagyon nehezen, meg szarul fékez, meg gyorsulása sem az igazi. Sem az 55-ös. Mert még így visszalasítva is sokkal jobb, mint hogyha megint mennék 65-tel, aztán meg kéne állnom nullára. Szia Dakapó, nem, ez a izé, ez a rendes dobozos. Anno GameStar-os verzió volt meg, csak az eltűnt valahova. Meg volt egy ilyen... A fasz... Basz meg. Kurva bú... Ó, basz meg, és ez lehet, hogy le is... Izé... Ó, baszódjál meg. Most hogy a faszba akadt ez így fel? Jó, hoztuk sérülésnél. Engedjetek be, légy. Tehát nem a, anno a GameStar-os verzió volt meg, meg volt valami másik ilyen újság mellékletes, de mind a kettő elveszett. Ez meg rendes, rendes magyar dobozos kiadás. De az újság az még mindig megvan, amihez mellékletbe adták, azt hiszem 2003, talán szeptemberi mellékletbe volt. Igazából lehet, hogyha most ez nem akad le, lehet, hogy akkor se értük volna oda pontosan, hát így azt mondta biztos, hogy nem. De ezért utána azt a tetves leálló sávot, mert egyszer, egyszer tök jól el lehet rajta férni, mint mondjuk itt. Máskor meg egyszerűen fogja, az beszűkül a felére. Hát én annó nem, tehát nem újságosnál vettem meg, hanem volt 2012 vagy 2013-ban olyan, hogy jutó lehetett rendelni, ilyen raktáron maradt GameStar-okat, és ott adták, hát ott egy ilyen szimpla, ilyen, hát ilyen nem celofán volt, de ilyen nem is műanyag, tehát ilyen keményebb fóliástokba adták a játékot. Nem nézem, szerintem más nem volt rajta. Na, ennyi szerencsénk, hogy a mérleg az zárva van.
ilyen posztert, azt viszont emlékszem, hogy kaptak hozzá. Majdnem még megvan, csak már szerencsében nagyon meg van viselve, meg a tökélyen el van szakadva. Hát, hogyha most mindenféle bibi nélkül el tudok jutni a izéig, a lerakodóig, akkor talán nem késő. Nézem a csetet, csak most intenzív nagyon a játék. Na hát ez nem gondoltam, hogy sikerült be. Az a Hard Truck Apocalypse az nekem nincs meg, mert azt már a tokon is láttam, hogy annak ehhez a játékhoz semmi köze. Hát a... mi a tököm? Az a King of the Road, az nekem is megvan. Csak azzal amúgy azért nem játszottam még, mert egyrészt valamiért azzal is, azon is majd mókolnom kell, mert Windows 10 meg 11-en nem fut el. Viszont emlékszem, hogy azt mondom, nagyon nem szerettem azt a játékot. Mert én annó, én kicsiként, jó, hát most már nem látszik annyira, kicsiként én amúgy nagyon... Nem azt mondom, hogy féltem mindentől, de úgy olyan izé volt, olyan antiklimatikus volt egy csomó olyan dolog, ami tud egy picit is ijesztő lenni, vagy olyan nyomasztó. És ez a játék, az meg emlékszem, az kurva nyomasztó volt. Tehát, hogy ott, amikor a rendőr elkezd üldözni, azt, hogyha nem állsz meg, akkor rád lő, meg tudsz halni, meg mit tudom, azt nagyon nem szerettem azt a játékot, nem is sokat játszottam vele. Azt emlékszem, hogy ugye nem figyeltem ott, hogy miket viszek, azt amikor volt főleg ez a rész, hogy bele tudsz menni a vízbe és akkor meghalsz, meg amikor a rendőr rád lő, emlékszem, azt hittem a végén, hogy valójában nem is árukat, hanem drogot viszek, vagy valami ilyesmi. Na, akkor, ja, most így is úgy is aludni kell. Úgyhogy ha meg tudom majd oldani, azt is majd kijátszom, de hát az nem egy jó játék. Ja, pont zárjuk a hetet. Na, atca. Adjad már fuvart. Phoenix... Na, Los Angeles 15 000. Jó. Mondjuk az a Phoenix se lenne rossz, csak az meg HC. De hogy a faanyagban mi a faszom a törékeny.
reménykedjünk benne, hogy a mérleg nem nyitott ki. Jó, nagyon jó, nincs itt van. Már tudom, hogy fórumot olvastam erről, hogy a mérleg amúgy az mikor szokott nyitva lenni, hogy legalább valami fingom legyen róla, hogy mikor figyeljem. De az összes fórumon azt írták, hogy amúgy nutri, tehát nincsen ilyen szabály rá, hogy mikor van nyitva, vagy mikor nincs. Fékezek, mert megint nem volt itt ez a kurva 55-ös tábla, pedig itt van a korváltozás. Itt most nem belsőzök, mert itt majd nekem kanyarodni kell. Arról a Rigenrollról tanyával lett, annó hallottam róla, meg láttam a topját a izébe, annó Media Mart-ba, de még sose próbáltam amúgy. Nem tudtam elképzelni, hogy nagyon sokáig én azt hittem úgy, hogy az ilyen fuvarozó stratégia játék, mint mondjuk a Transport Giant. Valamikor láttam róla így egy ilyen kis videó szeletet, hogy mi az,
igazából ugyannyira nem vonzott, hogy kipróbáljam. De most így, hogy a hard track ugye működik, ezt ugye az egyik előző streamben mondtam, hogy én nagyon régóta próbáltam megoldani azt, hogy ez működjön joystickkal. És mivel sikerült amúgy megoldani, ezért elkezdtem, mert végig akarom játszani az összes Wheel of Steel játékot, 18 keréken játékot, ahogy tetszik. Viszont a joystickot végülis azért szedtem le, mert ez a játék az nagyon hülyén támogatja. Jó, látok egyenesen így is. Tehát, hogy nagyon hülyén támogatja, mert rendszeresen volt, hogy belementem a másik kocsiba, mert annyira hülyén volt a joysticknek a kezelése, hogy egyszerűen nem tudtam olyan pontosan vezetni, mint billentyűzettel. De mivel ugye már elkezdtem, így most már végigjátszom az összeset, mindegyikben lesz egy cél, mert a többi 18 kerékennél, az Extreme Truckereken kívül, ugye nem emlékszem arra, hogy ott lehetett csinálni céget. És úgy voltam vele, hogy ha nem lehet, akkor az lesz a cél, mint itt a hátrákban is, ahol amúgy lehet céget. De itt az lesz a cél, hogy ugye van három map, ugye a nyugati part, a Közép-Amerika, vagy valami közép-valami, meg ugye a Szikláshegység, és az lesz a feladat, hogy mind a három mapon meg tudja venni a legjobb kamiont, és bele az összes eszközt. Úgyhogy itt is most arra megyünk, de ezt viszont elismertem, hogy úgy kell az összes pályán ezt megcsinálni, hogy legalább egy köztes kamiont veszek. Tehát nem a kezdő kamionnal fogom a legvégéig vinni a dolgokat. Itt most a piros kamiont szemeltem ki, majd az a piros kamion lesz megvéve. Most azért megyünk Los Angelesbe. Ugye a 18 kerekeknél meg így ugye végig lesz játszva tehát tényleg minden. A Howlin, a Pedal to the Metal, az Across America, minden. Nincsen. Ez a vagy egyik 18 keréken játék sincs meg dobozosan, csak ez. Mert amúgy nagyon meg akartam venni, de hát sajnos egyik sincs meg. Nem tudom, Steamen én úgy nem láttam értelmét, mert azt sem tudom, hogy abban amúgy van-e magyar nyelv, de hogyha van, hát akkor az egy pluszpont, ha meg nincs, akkor meg még rosszabb, mint hogyha letölteném. Pedig ugye én amúgy én amellett vagyok, hogy én amit csak tudok játék megveszek, most itt az izé is, a Tomb Raider izé, Angel of Darkness. Igen, Angel of Darkness. Tehát én folyamatosan amellett kardoskodok, hogy mindent vegyünk meg eredetibe, de ezt az a baj, hogy nem tudom. Hát akkor, hogyha neked megvan az meg, akkor most már eléggé sokat érhet, mert még csak eladó sincsen. Tehát se jófogáson, se vaterán, egyszerűen nincsen eladó. Én meg ilyen Facebook Marketplace-t azt én nem nagyon szeretek nézni, mert a nagyja vagy kamú, vagy szarul van felrakva, vagy paraszt az eladó. Úgyhogy pedig amúgy már a többin is, tehát a Extreme Truckereknél ott nem, de például a többi 18 kerékennél már azon is gondolkoztam, hogy megveszem eBay-en. Aztán akkor játszom angolul, de hát eBay-en is baromi drágák. Ilyen 4-5 ezer forint maga a játék, és akkor mellé még ugye jön a szállítási költség, meg ráadásul mellette amik vannak eladó, azoknak a nagyja az, hát vagy USA-t azt ugye azt nem veszek, mert azt nem biztos, hogy le tudom játszani. A többi az meg Anglia. Ugye, hogyha Angliából rendelek, akkor meg ráadásul még vámot is fizetnem kell. Úgyhogy én meg, jó, ki tudnám fizetni, csak hát bevallom őszintén azért erre most így sajnálom a pénzt. Hogy ezt a, mit tudom én, 6-7-8 ezer forintot darabonként kiadjam az összes részért.
Mert emlékszem, hogy ezeket a játékokat amúgy akkor lehetett nagyon jól megvenni, meg akkor értem meg, amikor még a, hát a Spárba, meg a Media Mártokba még volt egy ilyen kosár kirakva, hogy PC játékok, és tele volt tömve ilyen szimulátorokkal, meg ilyen már kifutó játékokkal, az mindegyik ilyen 1000-2000 forint volt, tehát én minden alkalommal sírhatnék, amikor bemegyek a két bolt közül valamelyikbe, és már nincsen. Mert tényleg, tehát én szerintem manapság én egy 20-ast el tudnék költeni, hogy azokból a ládákból válogassak. Kurva sok ilyen ezt vedd meg, es, meg nem is tudom, hogy azért milyenek voltak. Igen, azért mondom, hogy a szállítás az, ami nagyon megdobja. Meg főleg az, hogy például én nagyon sokszor vettem játékot amúgy eBay-ről. Ugye például a Wolfenstein is, amit bemutattam, ugye a Return to Castle-os, az is eBay-ről van. Viszont az összes ilyen játékot, azt a legolcsóbban Angliába lehetett megvenni. De nekem a Wolfenstein is onnan van. Mi az, ami még így beugrik? Valamelyik Wii játékom is onnan van. Egy-két X360-as, tehát az a lényege, hogy tehát mindenfajta játék ott piszkosul olcsó volt. Viszont most már ugye az a baj, hogy mivel ugye ők kiléptek az Unióból, most már hogyha Angliából rendelek, akkor is vámot kell fizetni. És ugye a vám az meg úgy néz ki, hogy ezért, hogy mit tudom én, mondjuk megvetted a játékot 4000 forintért, a szállítás még 2000 forint, tehát 6000, és a 6000 forintnak kell a 27%-át még kifizetned az államnak, plusz még egy ezrest fizetned kell az államnak, amiért neked elintézték azt, hogy hogy megvámoltatták. Tehát magyarul azért, mert leszopatott az állam, de fizessél még egy ezrest, amiért leszopattak téged. Ilyen lemagyarosítva. Úgyhogy ezért van az, hogy én leszoktam az eBay-es rendelésről, mert ez a baj, hogy a jó játékok azok ott vannak. Úgyhogy az csak úgy érné meg, hogyha valaki mondjuk szokott kijárni Angliába, és ott megveszi. Igen, Írországból még ezért lehet ezt elsütni, mert ugye náluk nem kell vámot fizetni. És ugye nekem ez iszonyat érvágás volt, mert ez az Uniónak a fassága elvileg, tehát ez most kivételesen nem az országé. Nekem az is volt érvágás, mert a játékok mellett én rengeteg képregényt is vettem ugye Angliából. Meg ugye hát volt egy webshop, ez a Book Depository. Ez ugye a magyar képregényeseknek az egyik ilyen törzsboltja volt. A Book Depository nevű webshop gyakorlatilag ez a szabályozás miatt zárt be. Mert elmondták, hogy nem, tehát már nem kifizetődő nekik ez az új szabályozás miatt. Akkor nekem jobbra kell menni. Úgyhogy igazából tehát azt is agyon ütném, aki ezt kitalálta, mert tényleg, tehát jó igazából senkinek nem származott, annyiba lett jó például az Uniónak, meg így az országoknak, hogy több dellát kapnak, de igazából az embereknek kurvára semmiben nem lett jobb ettől. És engem ilyenkor mindig ez zavar, hogy elvileg a faszom kormányok, meg az ilyen döntéshozók, azok elvileg azt kéne szem előtt tartaniuk, hogy az embereknek jó legyen. De ez igazából az EU-s cégeken kívül, EU-s kiadókon kívül, meg az EU-s, meg országos vezetőkön kívül, ez igazából senkinek nem jó. Tehát nincsen olyan lakos, akinek ez a döntés az jó volt. És sőt, ugye lehet látni, hogy még a boltoknál is ugye nem mindegyik boltnak jó. Mert a Book Depository az tényleg az egy kurva jó bolt volt. Én is a mangákat is onnan rendeltem, egy-két képregényt. Következő kiárat az enyém. Nincs tüzei.
mennyi 8 perc alatt ideért. Azért megérsz a lejönnöd azzal a limóval. Ne gyere nekem, bazd meg, nem. Azt még jó nagy ezért placot hagytak nekem itt a toladgatásra. Tökéletes. Na most kimegyünk megint ahhoz a kamionstophoz, és akkor hogyha belefér pénz, ügyileg, banyádat, hát utálják köcsög. Ha pénzügyileg belefér, akkor meg is vesztük azt a piros kamiont. Amikor legutóbb néztük, akkor elvileg úgy volt, hogy nem városba volt a kamionstop, hanem valahol itt kint. Igen, tudom, hogy jobb felül voltak azok a házak, tehát emellett el kellett mennünk, úgyhogy jó irányba megyünk. Aha, itt van. Na. Kezdj át, még akkor nem tankolok. Megnézzük a kamion. Igen, tehát ez 61 ezer lenne. Ó, bassz meg, ehhez meg még keresni kell. Szóval az a bibi, hogy sokkal erősebb a feketénél is. De várj most ez a tankolást, vagy mitől függ? Mert ez nem 110 ezer volt legutóbb. Nem hiszem, hogy attól függne, hogy ezért, hogy amit most vezetek, hogy az milyen állapotban van. Hát jó, akkor még viszünk egy fuvart, tehát akkor legalább egy 10-est keresnem kell. Most a 151-et mutat pedig.
Igen, és akkor végül is ez lesz a végcél, hogy ezt a gluttont megvegyük. Vissza a céghez. Lány, csak nem is alszok. Gurul a kamionon, nem hallom senkit. Anyádat már. Vegas egy 10-es, de csak 5 percet ad rá. Van egy San Francisco, de az meg ugye csak 8000-et ad, meg akkor vissza is kell ide jönni. Hát igazából egy Phoenix kéne, mert ott Phoenixben is van ilyen kamionstop. Ad egy Phoenix-est 7800-zal. Hát az a kitörlöm a seggemet. Vegas-os meg 5000? Hát mi a faszamok ezek a izék? Szállítmányok. Meg megint a San Francisco-s a legértelmesebb. Hát max azt tudom csinálni, hogyha továbbra is ilyen szarokat ad, hogy akkor mindegy, elviszek egy Phoenix-est, és akkor Phoenix Vegas-t viszek. 5200. 5200-ért még nyalják ki a seggemet is. Na, ott legalább van egy törékeny Phoenix. Hát jó, hát 6 perc alatt nyilván úgyse érek oda. Ez legalább kellően fizet. Főleg úgy, hogy Los Angeles meg Phoenix között rásul van egy mérleg is. És ez a gogos Hard Track 2, az működik is ezén a újabb op rendszereken. Mert onnan az enyémmel ugye az a baj, nekem az dobozosan megvan, hogy azt nem lehet elindítani egyiken se. Már kipróbáltam az itthoni, ezen a gépen, ugye ezen Windows 10 fut, ezen se indul el, meg kipróbáltam a céges gépen, azon Windows 11 van, azon se fut. És akkor itt egy jobbos.
Hát akkor lehet, hogy majd az, hogy már én biztos, hogy nem fogom még egyszer megvenni. Lehet, hogy akkor az lesz, hogy keresik egy olyan verziót, ami gugos. Onnan lett feltöltve, aztán azzal kipróbálom. Nem ez lenne az első ilyen, mert az Industry Giant is olyan... Jaj? Arról meg szerintem videó nem volt. Csak a Transport Giant-ről szerintem. Mert az Industry Giant-nél van ugyanaz, hogy nekem az megvan eredeti dobozosan, és az nem működik. És annál is az volt, hogy le kellett töltenem egy tört verziót, és az elvileg kokos volt, na és az működött. Akkor lehet, hogy akkor itt is ez lesz majd a taktika. Az Industry Giant-ot is már nagyon régóta végig akarom játszani. Tényleg az a baj, hogy amúgy nekem ahhoz, hogy kijátszak mindent, amit szeretnék, így a csatornán, meg Twitch-en, meg bekerüljenek az elfeledettekbe, tehát ahhoz szerintem így a nap, nem tudom, 10-12 órájában non-stop játszanom kéne, meg vágni. Mert tényleg az, hogy annyi ötletem van, meg ugye most a Hard Track mellett, ezt már tegnap kiírtam Discordra, hogy most már valószínűleg eldőlt, hogy a Hard Track mellett, amit most végigjátszok, az majd a Max Payne lesz. És ugye annál is folyamatosan az húzza az időt, hogy például ott is meg kellett azt oldanom, mert volt benne egy bug, vagy valami kompatibilitási kínja volt, ami miatt nem volt hang a játékban. Ugye az a baj, hogy ez is idő, mire ezt is megcsinálom. Sikerült megcsinálni, csak hát attól függetlenül ugye már játszhattam volna, hogyha ez nem jön elő. Hát ez 4 perc alatt nem lesz meg. Most a 10-es út kell, akkor az egyenes továbbra is. Nem kell elküldeni, tehát én nekem is vannak torrent oldalak, ahol fent vagyok. Ezt majd azon fogom leszedni, mert ugye egy csomószor van olyan, hogy amikor feltöltik, ugye odaírják, hogy gogos. És ugye például, ahogy mondtam, az Industry Giant-ot, ott is fel van töltve, hogy 3 verzió, és kizárólag gogos az, amelyik hajlandó elindulni. Úgyhogy mert Tehát mondom, én tényleg amellett vagyok, hogy amikor csak lehet megveszem, de pontosan ezért van az, hogy például amikor hiába mondjuk tört verziót szedek le egy játékhoz, mint például ezek, mert tört verziót azt én csak akkor szedek le egy 3 esetben, hogyha először is, hogyha nem indul az eredeti, mint ugye ezek, vagy például a Return to Castle Wolfenstein is olyan volt, hogy abból is hiába megvan az eredeti, Kurva anyádat. Tehát, hogy ott is hiába meg volt az eredeti, tehát netes cracket kellett leszednem, hogy működjön. Tehát maga a CD-s verzióm úgy működött, hogy netről meg... Tehát szedtem le rá cracket,
És például az Ultimate Spider-Man-en is ilyen, hogy az is megvan dobozosan, de annál is netről meg kell crackelnem. Tehát ezek azok, amiket én inkább ugye, tehát nem veszek meg dobozosan. Hát még mellette az, ami beszerezhetetlen, mint például ugye, amikor most beszéltünk, ugye a 18 Wheels of Steel játékok, illetve azokat szoktam, amik beszerezhetők, de kurva drágák. Azért olyan is volt már itt a csatornán. Nézzük, mit mondom, az a szar. Ó, hogy a kurva anyádba szopjál le azzal a keci kocsival együtt. És ráadásul még a kibaszott mérleg is itt van. Hát jó, tehát ezt én tudtam jó, hogy ezzel nem érünk oda időbe, hát így na pláne nem. Hát például az utolsó játék, ami olyan volt, hogy még reális áron meg tudtam venni külföldről, az az Indiana Jones volt. Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Viszont már például nekem az is vámos volt. Azt ugye annyi, hogy viszont olyan jó árba volt, hogy még vámmal együtt is megérte, mert vámmal együtt volt aztán 4500 forint. És ugye tök jó példa, hogy vám nélkül meg aztán 2800 lett volna csak. De az még nekem így is megért. Tehát az a baj, hogy azon kívül, tehát én csak azokat a játékokat szoktam megvenni, amik drágák, tehát hogy drágából csak azokat veszem meg, amik viszont nagyon érdekelnek. Tehát például ez az Indiana Jones, ezt már ugye temérdek alkalommal kijátszottam, de sose volt meg eredetibe. Ezt azért vettem meg, ezt a Hard Truckot is amúgy azért vettem meg, mert ez gyerekkorunk egyik kedvenc játéka. De ennek ellenére sose volt meg eredetibe. Mert mindig csak ilyen mellékletként volt meg, de még azok is elvesztek. Na, hát akkor én meg majd azt fogom letölteni, úgyhogy köszönjük szépen azoknak a nevébe, akik szoktak dobozost venni, de mégis tölteniük kell. Akik meg sose vesznek eredetit, azoknak meg a kurva anyját. Jó, bassz meg, azon kurva sokat fogok késni, úgyhogy szerintem itt meg ma annyit fog levonni, hogy nem lesz 10 000 felett. Hát az Extreme Tracker 2-ről arról azért nem tudok csak annyit mondani, mert annó az ment a gépemben, vagy játszottam is vele, csak úgy emlékszem, hogy nekem valahol crashelt. Ezt így azt nem is nagyon játszottam végig. Már az egyel azzal sokat játszottam, meg ugye nekem amik ilyen SC szoftveres játékok, azok közül nekem ugye a Hard Truckon kívül ugye még a Bus Driver is megvan, amiből a rossz PC játékos videó készült. Mert amúgy én még úgy azt mondom, hogy a szimulátor készítők között még talán az SC Software az, ami nem egy rossz cég.
mert én például Euro Truck 2-t is amúgy megvettem volna dobozosan, csak egyszer valahogy nagyon jól le volt akciózva Steam-en, azt inkább megvettem ott. És megint eltűnik ez a kurva út, bazd meg. Ezt utálom, hogy ez a kibaszott izé. Mi a faszom, leállósáv, így fogja azt csat, azt eltűnik, meg felére összemegy. És ráadásul meg még ezé is van. Baleset is van Phoenix előtt. Hát mindegy, ezt most én ilyen trógerbe fogom csinálni, ahogy annó is csináltam, mert ilyenkor amúgy arra kötelezne a játék, hogy szépen üljél le, és itt nyomj egy alvást. Én meg nem fogok. Aha, és természetesen pont itt van az útépítés, akkor ezt még így szépen. Így. Igazán mondom, hogy ott az írja ezt, hogy ezért numpat pluszozzak, mert most itt elvileg nekem ezért aludni kéne, de már így is később vagyok, úgyhogy nem fogok aludni. Igen, a German, a UK Truck Simulator az úgy annyira nincs, meg a German Truck Simulatorral azzal játszottam, de az meg annyira azért nem tetszett, mert hát gyakorlatilag az egy Euro Truck Simulator volt nekem, ami csak Németországban játszódik. Kíváncsi vagyok, mennyire fog lebaszni a cég a késésért. Végülis törni legalább nem törtem meg az árut. És pont 10 000 alatt adott így. Kurva anyját azt. Nincs itt valami Vegasos. Na pont van egy, de azt nem tudom felvenni. Ez meg 3000-et ad egy Vegasért, hát bazd meg a Reno San Franciscoért többet kapok. Szerintem még úgyis még max 2 fuvar lesz. Hát na igen, tehát így elmondás alapján ez a UK Truck Simulator, ez meg valószínűleg ugyanúgy egy Euro Truck Simulator, csak az meg csak Angliába, meg gondolom az angol térkép az így jobban ki van dolgozva, mint egy Euro Truckba, de annyira nem vonzott egyik se, hogy úgy letöltsem, vagy kipróbáljam. Jó, hát mivel nincs jobb, akkor lesz ez. De vettem, miért adja mindegyiket ilyen kevés idővel. Ja, várjunk, bassz meg, ez elé! Akkor visszamegyek most Los Angeles. Jó, mindegy. Valami az volt bennem, hogy Vegas. Persze, basztam megint elmenteni is. Most
hát ha zárva lenne a mérleg, az valami csoda folytán sikerülne így időbe beérni. Szerintem az a piros, ezt ki fog elém sorolni. Jó, nem. Mert amúgy mindig a törést, azt ezt szokta okozni, hogy megy a belső sávba, ilyen csigalassan, aztán fogja, azt így kivágódik elém. Hát, nem akarom elkiabálni, hogyha nincs itt van mérleg, akkor talán még beérhetünk mondjuk időben. Mert végül is durván másfél perc, vagy két perc alatt jutottam el így fél útig. Jó, zárva van. Na, akkor talán. Nem tűnik el megint a leállósáv. Aha, túloldalt át ez a geci trafis, hát hátha itt nincsen. Jó, itt nincs. Inkább így, mert hát a kék is mazsola, a ez is, az a tűzoltó is mazsola.
fognak tenni jobbra fel. Még hogyha megint olyan kurva messzire rakta ezt a céget, akkor valószínű, hogy nem érek oda. A kurva anyádat jössz nekem, baszd meg! Kibaszott férges geci. Dögöltél volna meg. Ez a baj, hogy ez, tehát ezeket meg ugye nem lehet sehogy se kivédeni. Igen, ennyibe amúgy... Nem, hogy vannak olyan részek, amiben úgy jobban szeretem ezt, mint mondjuk a Eurotruckot. Na hát ez nem egy olyan. De az, hogy itt ugye iszonyatosan úgymond csal a játék, hogy ugye például, hogyha a játék megáll, de mondjuk egy lámpánál vagy bárhol, az így csatt, így azonnal megáll, tehát így megmerevedik így az időben. Ugye ehhez képest viszont a Euro Truck 2-ben is, tehát szépen lelassítanak, figyelembe veszik a forgalmat. Itt amúgy rengeteg szennel. Tehát van olyan, hogy a, mondjuk, hogyha városon belül vagyok, majd az a sziklás egységnél fog nagyon kiütközni, hogy városon belül vagyok, én megyek egyenesen, és akkor alárendelt útról fordul ki balra, tehát úgy, hogy engem ugye így, meg az én utamat keresztezi, fordul ki balra nagy ívbe egy kocsi. Ott ugye nyilvánvalóan nekem van elsőbségem, ehhez képest a cson nélkül kifordul és belém jön. Mert az a baj, hogy itt a kocsik, tehát csak akkor vesznek rólam tudomást, hogyha előttük vagyok. Tehát akkor nem rohannak belém, de hogyha mondjuk mellettük vagyok, vagy mögöttük, akkor tehát semmilyen tudomást nem vesznek rólam. Modot azt használok. Ezért, tehát hivatalos DLC az nincsen. Abból a Going East-et akartam megvenni, de végül azt se vettem meg. Annyi, hogy akarni, akarok majd használni modot. Én azt a Magyarország mapot azt nagyon ki akarom próbálni. Ugye elvileg van egy ilyen map, ami ilyen nagyon részletes Magyarországot csináltak rajta. Ezen kívül amúgy én mindig kamion modokat használtam az első részbe is. Tehát én ilyen plusz funkciókat én azért nem raktam csak végülis az LTS-be, mert az 1-be oda raktam. A ETS 1-em az állandóan összeomlott, mert szarrá volt modolva. Az ETS 2 szerintem már így gyárilag annyira össze van rakva, hogy arra én nem szeretek úgy nagyon sokat modolni. Ilyen fizika módokat például egyáltalán nem rakok bele. Meg hang, meg ilyesmi, csak kamiont. Jó, 22-t vontak le. Na akkor megvesszük azt az új kamiont. És azzal még akkor egy húvat viszünk hát vagy Vegasba, vagy Phoenixbe. Mert az ETS 1-jel, azzal nekem tényleg az volt a bajom, hogy... igen, úgy magyarul van. Az ETS 1, ez nekem egyáltalán nincs meg. Az egyet nincs, maga kettő van meg csak, az magyarul van meg. De az tisztán Steam-es, az azért is magyar. Tehát tényleg az, hogy az egy... Ez
Szopjál le, bazd meg, de ne dudáljál, mert visszamegyek, köcsög. Tehát az RTS-1-jel nekem tele van jó volt a bajom, hogy tehát nagyon üres volt. Tehát még ezekhez a Hard Track vagy a 18 kerék játékokhoz képest is szinte semmi nem volt benne. Na, adsza a kamionom. És most miért ment le az ára a picsába mindennek? Nem értem. Nem tudom, a napoktól függ, vagy mi a franctól. Hát ez 111 ezer, vagy 109 ezer, vagy mennyi volt eddig. Ha, jó van, mindegy. Na. Most érzem, hogy rózsaszint fogok fingani ebbe a kamionba. Ezt még rásolom, úgy sose vettem meg. Nem rossz. Ó, hát ez egy kicsit morcosabban is indul. Na nézzük az így körbe. Nem rossz. Na jó, menjünk. Akkor vissza Los Angelesbe. Most már egy rendőrautókat is le tudom igazából gyorsulni. Ne gyere ki elém a kurva anyádat! És basszakod. Nézzük, tehát Vegas, fixen csak Vegas, LV. Na itt már volt egy Vegas, csak az nagyon szar. Nincs Vegas. Persze, hogy Phoenixbe viszek pont ezért túlsúlyos árut, amikor félúton ott van a mérleg. Hát most ezután viszont majd egy HC, tehát hogyha majd már lesz rá pénz, akkor egy HC-t majd most már venni fogok a kamionhoz. Na ott egy Vegas, még árba sem olyan szar. Azt akkor úgyse fuvarnak már a tökéletes. Hát azért ez már máshogy gyorsul. És pont zöld lámpa is, nagyon köszönöm. Először akkor a Phoenix-et kell úgy is követni. Néha egy kicsit majd így kiváltok ide, mert most már azért ez olyan tempó, hogy itt már kell a nagyobb látótáv.
Mert tök jó példa, hogy az izével, a kis fehérrel, azzal ugye 69-el tudtam maximum menni. Ezzel meg már most izével megyek 100-zal. Viszont lassítanom kell szerintem. Ott van. De amúgy megint nem mentettem, most esett csak le. Lehet, hogy lesz, hogy most itt fogom, most itt fuvar közben mentek egyet, mert még ez is jobb, ha ripityára törném, azt vagy szopnék, vagy vissza kéne tölteni. Nézzük, jó, Vegas egyenes. Na, hát én áldom az eszemet, ugye? Nem az előbb. Mert még visszagyorsulással is jó. Na most legalább nem látok olyat, hogy két gyökér menne egymás mellett. Ez már 3,5 perc alatt, ez már sehogy se lesz meg sajnos. Most még nekem kellett érnem ahhoz, hogy egyenesen mehessek tovább. Na látszik amúgy így a RTS-ekre, meg a GR-mára, meg ezekre visszatérve,
Onnan látszik, hogy valami nagyon nem kaptak el úgy, mint például ez a hátrág. Hogy ugye egyik előző streamben mondtam, hogy nővérem, ő nagyon fütte ezt a játékot, meg lehet, hogy mondjuk mai napig a laptopjára fel van téve. Tehát ezt nagyon szerette. Viszont a Euro Truck Simulatorral egy percet nem volt hajlandó játszani se. Úgyhogy valamiben nagyon más csináltak ezek a Wheelock Steel játékok. Mert nem is az volt a... Hát, lehet, hogy az is közrejátszott, hogy ő amúgy az európai kamionokat nagyon nem szereti. De ugye az amerikaiakat se szerette úgy különösebben. Tehát nem volt kamion rajongó se. Nem tudom, valamiben mégis ezek mások voltak. Jó, nem sérült semmi. Mondjuk az látszik, hogy sokkal nagyobb pöttyöket ugrál a GPS-en, mint eddig. Bassza útjál meg. Ezt rásul még a mérlegre is le kell mennem. Kurva anyádat. Hát majd most azt szerintem, mondjuk ott úgy is ugye a mérleg, a szerviz is. Szerintem az lesz, hogy most már így is úgy is késünk. Hogy majd ahogy lemegyek a szervizbe, ott venni fogok most már olyan ezért azt a trafi jelzőt, hogy előre csipogni fog, hogyha ezért valahol mérnek. Szerintem szerint lennék HC, csak én nincs válék kérdezem. Igen, mert úgy emlékszem, hogy ezért, hogy van egy olyan lehetőség, hogy itt most, hogyha arra kattintottam volna, hogy vegyél HC-t, megvette volna, de ahogy megveszi, azonnal ledob a játék, hogy elfogyott minden pénzed. Azt így kilép. Várjunk. Ez kell akkor. Igen, ez a radar zavarom, hogy ez kurvára nem működik. Azt annó már próbáltam. Hát meg legyen mondjuk ez a kerékgumi is. Na és akkor ez itt nekünk szépen csipogni fog, hogyha valami faszaport az út szélén mér. Tehát most az így visszafele csipogott, hogy ugye ott hátrafele mértek.
Mennyi pont a start van itt? Fék. Öt másodperc maradt. Igen. Hú, nagyon elégedett. A hátsó útépítés is van. Hát ez egy tökéletes lezárás most akkor. Na. Hát akkor így mára befejeztük most így a hátrakozást. Én azt mondom, hogy amúgy kurva jól haladtunk. Tehát megvan a brava. Ezért van 24 ezrünk el lába. Annyit csinálok, hogy ezt a tesztet ezt kitörlöm. Ezt így, hát szépen így haladgatunk. Na, hát szerintem azért bele fog telni egy jó pár évben, mert azért most tartunk itt a harmadiknál, ugye most ismételten jutottunk oda, hogy ugye most megint el kell kezdeni pénzt keresni, és ugye hát legalább 200 ezer lesz majd ugye az a nagy kamion, és ugye ezt majd még két másik mapon is. Úgyhogy hát ennyi, majd lehetséges, hogy este jövök valamivel. Én köszöntöm szépen a figyelmet, neked is szép napot, Dekapó, sziasztok!